Ez a dombok között megbúvó völgységi település Bátalpáti, amely azzal szerzett magának ismertséget Magyarországon, hogy itt hozták létre a Paksi atomerőmű nukleáris hulladék lerakóját. Mindez jelentősen befolyásolja a mai napig a település életét, hiszen a nukleáris pénzügyi alapból befolyó összegek nagy segítséget jelentenek a helyi önkormányzat számára. Bátalpáti azon kevés települések egyike Magyarországon, ahol nem félnek az emelkedő dezsiáraktól, és nem azon gondolkodnak, mit kell majd becsukni a település intézményei közül, hanem azon, hogy milyen beruházásokkal emeljék az itt élők komfortérzetét. Krahun Szilárd polgármester azt mondja, számos ötletük van a jövőre nézve. Egy kicsit mi jobb helyzetben vagyunk, mint más önkormányzatok, hiszen a radioaktív hulladék kezelő társaságnak itt van Bátalpátiban a hulladéktárolója, és így a nukleáris pénzügyi alapból mi egy bizonyos összeghez hozzájutunk. Ez a társadalmi ellenőrzés tájékoztató társulás, ami 8 települést ölel föl, és ezen az összegen, amit kapunk, mi osztozunk egymás között, osztjuk föl. Ennek egy szépséghibája van, hogy ezek a pénzek címkézett pénzek, sok esetben nem tudjuk olyan dologra, amire én nagyon szívesen költenék, a lakosság komfortérzetét is növelni azzal, és a lakosságot is segíteni, fűtéskorszerűsítés, ami most aztán égetően fontos, napelem, és mi ebből a pénzeket, hogyha felszabadítják, én magam ezen dolgozok, és most már talán lehet látni a fényt az alagútba, hogy ez be fog következni, és akkor a lakosságnak is nyújtunk pályázati lehetőséget ilyen fejlesztésekre. Az a terv, mondja Krahun Szilárd, hogy a fejlesztések jelentős részében az önkormányzat a költségek nagyobb hányadát állja majd, míg a fennmaradó részt kell a lakóknak mellé tenni. Ha a terveik beválnak, akkor ez egy teljesen új gondolkodást indít majd a nukleáris alap felosztásában, hiszen ebből eddig csak közösségi építkezések jöhettek létre. A település vezetése azon dolgozik, hogy a mai irigylésre méltó falukép még inkább szebb legyen, és az itt élők igazi otthonként tekintsenek Bátalpátira. Ennek a folyamatnak részeként épül az új játszótér a faluban, bekerítették, és a vadak ellen védőszt eszközökkel szerelték fel a község temetőjét. Olyanról, hogy az egyház kezelésébe került valamilyen intézmény, már sokszor hallottunk, de olyan, amikor egy település veszi kézbe az egyházi vagyont, sokkal kevesebbet. Itt erre készülnek. Bátalpáti temploma kerülhet az önkormányzat tulajdonába. Az egyház megértette, fogadókész volt, hiszen tudják, hogy nincs pénzük, nem tudják rendbe tartani, nem szeretnénk a funkciót megváltoztatni, tehát ez kitétel volt, tehát ők ezt kérték, természetesen, de gondolok olyanra, mint hogy most is van már évente egy alkalommal a Róman Hendrik emlékkoncert, tehát ide lehetne hangversenyeket hozni, az én terveim között szerepel már nagyon régóta, és ha sikerülne, ebben van egy műemlék jellegű, nem műemlék jellegű, hanem műemlék orgona, ami több mint 200 éves. Tehát ennek az orgonának a felújítása is ide lehetne kulturális műsorokat is behozni. Nem szeretnénk változtatni rajta. Azt tervezik a településen, amennyiben szabadon használható forrásokhoz jutnak, az eddigi ráfordítottakkal magasabb arányban korszerűsítik a templomot, mely közel 700 fős befogadó képességű. És ilyen lesz még a temetőnek a megvásárlása, ami az egyháznak a tulajdonában van, így ezekből a pénzekből például ezekre nem költhetünk, mert nem az önkormányzat tulajdonában van. De hogyha az önkormányzaté lesz, megvásároljuk, onnantól kezdve eddig is mi tartottuk rendben mind a temetőt, mind a templomot is, de például pályázni nem pályázhatunk, és mondom, ezeket a címkézett pénzeket sem használhatjuk föl. Eddig is mi tartottuk karba, csak mondom, hogy ezek a pénzek nem voltak lehívhatók, amit ráköltöttünk. Bekerítettük, mert a vadak beszorulnak már szinte a település határába, és itt is gondot okozott, hogy a temetőbe bejártak a vaddisznók, most már körbe van kerítve, villanypásztorral van még ellátva a kerítésen kívül, tehát úgyhogy kaszáljuk, rendbe tartjuk, odafigyelünk rá. Krahun Szilárd azt mondja, előre haladott állapotban vannak a tárgyalások a pénzfelhasználás módosításának ügyében. Ha döntés születik a kérdésben, az önkormányzat pályázatot ír ki a lakosság számára, és gyors döntést ígér annak érdekében, hogy a napelemek megvásárlása és felszerelése, vagy a szigetelési munkák is el tudjanak indulni.